Sziasztok, én Daló Zoltán vagyok, és ez a mai videó egy rövid betekintés lesz, egy hosszabb interjúba, amit elértek amúgy a videó alatti leírásban, találjátok a linkjét. Nagyon kedves ügyfelünk, ö, vendége voltam, Spilgeri Talk a, a műsornak a címe, és beszélgettünk a vállalkozás építéséről, a DLX médiának így a múltjáról, meg hogyan is alakult az egész cég, miket tanultunk így menet közben, hova tartunk, mit fejlesztünk, hogyan építjük a csapatot, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég tartalmas egyórás beszélgetés lesz. Ez most egy néhány perces ízelítő, és ha tetszett, hogy érdekel a teljes beszélgetés, akkor megtalálod a linket a, a, leírásba. Jó szórakozást hozzá! A vállalkozói lét az nem, nem a, a, az iskolákon, a papíron múlik, sokkal inkább az, hogy mit tanulsz meg egy gyakorlatba, és, és tényleg mit, mit csinálsz nap, mint nap azért, hogy azt a tudást felszívd sok, ma szerintem már sokkal több gyakorlati tudás lehet például a YouTube-ról megtanulni, Igen. ilyen podcastekből, Igen. vagy, vagy akár a TikTokról. Tehát tényleg ma már nagyon-nagyon gyorsan fel lehet szívni azt a tudást, ami, ami kell a vállalkozói léthez. Tehát, hogy ez nagyon szerencsés a helyzet, mert ez egész világ amúgy is digitalizálódik, online uh, irányba megy. Nektek a területetek gyakorlatilag tényleg az akár építőipari cégtől kezdve bármilyen cégnek is kell, hát egy akár podcast, akár uh, tényleg termékismertető, tehát végül is nektek. Max. Nekünk egy veszély van, hogy ma már tényleg egy telefonnal tudsz nagyon jó minőségű videót csinálni, akár egy podcastet is minimális setup-pal, de itt meg azért nem tartok ettől, mert te is tapasztalod, hogy az 50% az az emberi tényező. Tehát lehet, hogy a technika az mondjuk a fele, vagy egy bizonyos százaléka, de az emberi tényező, a szervezést, a, a vendégfogadás, ezt nem tudod kiváltani. Tehát ez, ez, ez akkor is ott lesz, és ez kell hozzá. Akkor azt is feltételezem, hogy nagyon nagyon jól megszervezed ilyenkor azt is, hogy amikor te ott vagy, akkor itt gyakorlatilag te a koordinációt onnan is könnyen eléred, és, és tudod végül is, hogy itt is a cégügyei jól mennek mert ugye ez is egy fontos dolog, hogy, hogy nem nőhet rá úgy a fejedre, hogy például nem tudsz utazni. Igen. Gondolom ez is egy kihívás volt, hogy növekedtetek, hogy, hát hogy hát el Igen, de most már ez tényleg a, 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 csapat azért nagyon ügyes és, és önjáróak. Tehát én azt gondolom, hogy most aztán majd lehet, hogy egy kísérletet, hogyha most én elmennék hát? egy hónapra, szerintem nem történne semmi baj. Tehát, hogy ugyanúgy menne minden a, a, a maga, maga Elmer útján. menni egy hónapra? Most már igen. Most már igen. E és általában, amikor én úton vagyok, vagy idézőjel szabadságon, akkor sem vagyok Szabim, mert, mert akkor is ránézek a dolgaimra, én akkor is a telefonomon nézem a leveleket. Tehát, hogy én nem is nagyon tudok, és nem is akarok ennél jobban kikapcsolni, mert, mert nekem engem ez érdekel, engem ez feltölt. Ismerős. Én ezt szívesen csinálom, és hogy olyan egy klasszikus szabbi, hogy én ezt elengedem teljesen nullára, ki, nekem nincs és nem is, nem is hiányzik. És egyébként mennyire érezted azt korábban, hogy mondjuk ott ugye voltak üzlettársaid, hogy ott az, hogy ott többek voltatok, az, az nehezen tette a dolgot, mint a DLX-nél, ahol végül is te egyedül vágtál bele, ha jól tudom. A világban nagyon sok példa van erre is, arra is. Tehát működhet nagyon jól a társulás is, működhet jól az egyedül vállalkozás is. Én ott úgy döntöttem, hogy én most inkább egyedül folytatom. Akkor volt egy-két ilyen negatív tapasztalat, de az részben az én hibám is volt, részben az akkori mondjuk éretlenségemből is adódott, hogy mondjuk lehet, hogy nem tudtunk megbeszélni úgy, akár konfliktusokat, akár közösen megoldandó feladatokat. Nyilván, amikor van egy feszült helyzet, akkor, akkor az ember azért nyilván máshogy viselkedik, mint, mint, mint békeidőkben. És ez pont, mondjuk az üzlettársak esetén is ilyenkor nyilvánul meg, hogy akkor egy, egy ilyen feszültebb helyzetet hogy vészel. Ki, hogy kezel. Át. Igen, igen, igen. És én úgy voltam vele, hogy most ezt megpróbálom így, azt gondolom, hogy annyira megerősödtem hozzá, hogy, hogy ez így működik, és ha segítségre van szükségem, valakinek megerősítést kell adnia, akkor arra vannak más vállalkozók, vagy kócsok, vagy Igen. trénerek, vagy bárki, aki tud segíteni. Ha meg azért kell egy társ, hogy valaki levegyen a terhet a vállamról, arra meg ott vannak az asszisztenseim és a, és a munkatársaim, aki, aki besegít. Tehát, hogy szerintem fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért akarsz társulni, mit ad hozzá neked a másik fél. Mert sajnos, ugye itt is az a statisztika, hogy 10-ből 9 vállalkozás az csődbe megy 5 éven belül. Igen. És te arra vállalkozó valakivel együtt, hogy van 9, 90% esély, hogy ti csődbe fogtok menni és hogy fogtok viselkedni öt év múlva akkor? Én, én Magyarországot kintől is mindig, mindig úgy néztem, hogy én szeretem Magyarországot, tehát nem azért éltem Bécsben, mert hogy én Magyarországot nem szeretem, sőt azért jöttem vissza, mert nagyon szerettem Magyarországot mindig is. És most is azt gondolom, hogy az ember az egy ember, aki itt is és amott is tud érvényesülni, és én is azt gondolom, hogy nagyon sok a potenciál, de nagyon sok múlik azon, hogy te hogy látod ezt. Tehát, hogy ugye a te esetedben például a te saját cégedet, mindenfajta egyéb olyan körülmény, Ből kiszakítod, ami esetleg azt mondanád, hogy ez mondjuk lehet nem lenne itthon ideális, de ettől függetlenül, ugye te a te kezedben úgy irányítod a dolgot, hogy mondjuk a te csapatod a, a, a te célod, az lehet olyan, hogy bizonyos váratlan helyzeteket is meg tudsz oldani, és nem azt mondod, hogy mert Magyarországon Igen. semminek nincs értelme. Mert ugye vannak, akik azt gondolják, hogy mert csak a külföld. Abszolút. Csak a külföld, de úgy én... sincs korbázol a kerítés, és ott ott ugyanúgy is. meg kell dolgozni. érte. Ehhez hagyom egy, egy nézőpontot, hogy én mostanában úgy szoktam, számolni, vagy azzal erősítem meg mindig magamban, hogy mekkora lehetőség van itthon, hogy jelenleg van 60, nem tudom, négy ügyfelünk van, aztán most ott áll a számláló. A célunk idénre 100 ügyfél, három éven belül 200 ügyfelet szeretnénk kiszolgálni. De mekkora a piac? Van 500 ezer vá bejegyzett vállalkozás Magyarországon, 500 ezer, annak mondjuk a fele működik, és mondjuk azt, hogy csak a 10% a potenciális nekünk, jóval több, de mondjuk, hogy nagyon-nagyon szolidan és visszafogottan számoljunk. Tehát van mondjuk 20 ezer cég, aki potenciális, és abból én 200-at szeretnék három év alatt megnyerni akkor van lehetőség majd és bőven. Még, és addig még alakulhatnak újabb cégek is. és ugye... akkor csak a cégekről ezt nem beszéltünk az egyesületekről, magánszemélyekről, én és a külföldről. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy a potenciál, csak kérdés az, hogy tényleg el tudjuk -e őket érni, és tudunk-e egy olyan rendet felépíteni, hogy, hogy igenis bízzanak meg bennünk, és legyen. És, és, a növekedéssel együtt a minőség ne romoljon. És itt van szerintem a kulcs még, hogy úgy menni föl, úgy szolgálni több ügyfelet ki, hogy ugyanazt a standardet tartsuk mcdonalds bemész bárhol a világba, ugyanazt a standardet kapod nagyjából. Igen. És ez a nehéz benne, hogy kvázi mindenki egy mcdonalds építsen a saját cégéből. Olyan folyamatszabályozásokkal, leírásokkal, képzésekkel, hogy, hogy ez tényleg egységes legyen, és mondjuk a 100, 150. ügyfelünk is ugyanazt érezze majd, amit, amit most te. És még egy gondolat, nekem van egy ilyen arányszám a fejemben, a bizalom és a kontrollnak az aránya. Ez ilyen 80-20 vagy 90-10 az én fejemben. Tehát, hogy alapvetően 80-90%-ban bizalom van a rendszerben, de mindig ott van az a pici kontrollpont, amit beszéltünk, hogy ellenőrző listák, checklisták, heti riportok, napi riportok, ami jön automatikusan a rendszerbe, tehát nem kell vele külön, külön energiát fektetni bele, de ott van az adat, és például ezek a, ezek a dashboardok is olyanok, hogy ott van egyből a szemünk előtt, hogy így jó vagy nem jó mint a műszerfal az autóba, van benzinem, eljutok még a nem tudom vidékre, vagy nem jutok el. Tehát tökéletesen, és ott látod a mutatót. És, és, a és ezekkel van tele most az irodánk, ilyen tévékkel, és mindent látunk, hogyha valami be kell avatkozni, akkor megyünk és tankolunk. Vagy túl gyorsan megyünk, vagy túl lassan megyünk, és gáz kell adni, és akkor egyből van információnk. És ez szerintem ez még nagyon fontos így a cégvezetésben.